Március idusán emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira. Kedves hagyományvárosunkban, hogy a legkisebbek, az óvodások az ünnep előtt óvónőik vezetésével ellátogatnak a Petőfi és a Kossuth szoborhoz, és a maguk készítette nemzeti színű kokárdákkal, virágokkal, zászlókkal díszítik a szobrok környékét. Az idei megemlékezés délután az országzászló felvonásával kezdődött a református nagytemplom előtt. Közreműködött a Kovács Mihály huszárbandérium huszárja.